Ebből a lakásban bejáratos. Családból marad, van itt valaki? Itt a kislány is. Na de most bemehetnek a lakásba? Csak nem tudnak. Józsi, most ellelektek kilakoltatva, most hogy mi van? Kilettek a vagyunk, nem? Nem. Szia, te itt laksz, Marian? Oké, de mi a helyzet? Mi a helyzet? Van kulcsotok a lakáshoz? Lezártam, igen. Akkor ki, akkor vége. Hát akkor kilakoltatták. Akkor kilakoltatták. És akit mondtad, hogy most lezártál, de le is pecsételtél? Ne pecsételtél. De anyu! De akkor mi a helyzet? Hát le lett zárva, még... Azt mondta, hogy még zajlik a bárt. Igen. De kazdasi nyomlott az ember. Az ingatlan kell, a szüves kevül el. De ezt jogilag most meg kell nézni, mert nincs feltétlenül. Ez jövőnt azon a haraszti. Így van, ezt meg kell néznünk. Így van, ezt meg kell néznünk. Akkor a következő lépés az, hogy... És Mariant vérvitték meg? Gondolom, hogy mondva csinál dolog. Talán azért, hogy ne menjen be, vagy fene se tudja. De ben van édesapa, és ben van Marian, és tudod, úgyhogy... Most egyenlő. Hát akkor menjünk oda a gyors. Oda megyünk a gyors kocsiba, de akkor elmondjuk az embereknek is, hogy milyen helyzet, jó? Hát mert most Pisa tud, de mondjuk el. De azért nagyjából. Kezdjük el a tészt, egy picit. Gyertek be egy picit, elmondjuk, hogy mi a helyzet. Jó, akkor szerintem kezdjünk hozzá egy picit türelmet, jó, mert most már nincs nagyon hangom. A Józsi fogja elmondani, amit tudunk. És köszönjük a kitartást.
el fogunk menni majd a Gyorskocsi utcába, megnézzük, mi van Béláékkal. Indulunk, indulunk. Itt befejeztük a demonstrációt egyelőre, mindezt úgy, hogy egyelőre nem tudjuk, hogy mi történt. Na hát akkor röviden, még egyszer mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy kitartottatok, meg itt voltatok délután. Nagyon ez egy borzasztó kemény akció volt, éreztük is, tapasztaltuk is, hogy hogy léptek fel a rendőrök akkor, hogyha tényleg nagy baj van. Most a mostani helyzet, tehát a helyzet az nagyjából, ami Dunaharasztiban volt. Dunaharaszti ügyről csak annyit, hogy végrehajtó lezárt a lakást. Egyelőre úgy néz ki a dolog, hogy nem lehet bemenni a házigazdának se, rokonoknak se. Köszönöm. De nem jelenti, azt látjátok, nincs lepecsételve az autó, tehát nem egy bírósági... Fönti. A fönt is így. Igen, de le van zárva, azt tudjuk, de nincs lepecsételve. Tehát mondhatjuk azt, hogy a dolog lóg a levegőbe, Dunaharasztiban is ez volt. Ezek a demonstrációnak akkor ilyen módon most vége van. Lacival éppen a Dunaharaszti ügy kapcsán lévő tapasztalatokat fogjuk elemezni, hogy itt mit lehet. Szerintem itt kéne maradni, én itt maradni, mert szerintem vissza fognak. Visszajönni nem jönnek vissza, biztos, hogy nem jönnek vissza. Akkor betörni az ajtót egy két óra múlva, és visszaköltöttetni. Vissza lehet foglalni, mint Dunaharasztiban, így van, nyilvánvaló dolog. Ez a másik dolog, ugye a Dunaharaszti ügy kapcsán, hogy pont emiatt bármikor megtehetjük ezt. Mert ha most kinyitjuk az ajtót, behatolunk, akkor a börtönbe. Arról is kell gondolnunk, hogy kiveszi át, kiköltözik vissza, hogyha erről van szó. De ezt csak a házigazda kérésére tesszük meg. Tehát a házigazda úgy dönt, hogy visszaköltözik, hogy be szeretne jönni, akkor visszajövünk és beköltöztetjük őket. Így van. Ha egyébként megnézzük a papírokat is, mert ugye jelen pillanatban úgy mondunk bármit, hogy nem látjuk a papírokat. Ugye nyilván ez már nem ennek a demonstrációnak a része lesz, egy következőnek, ahol szintén várjuk a bátor embereket. Úgyhogy szemetben nézzenek. Én azt mondom, hogy akkor tényleg mára azt hiszem, hogy mindent megtettünk. Köszönök mindent. Köszönjük szépen. Induljunk el a fiúkhoz a Gyorskocsiba. Egy apró tanúság a mai napnak, a határokat feszegetni kell. Az utca sarkán állt a rendőrsorfal, és kettő oszlopnyit mentek vissza az idő alatt, amíg ott voltunk. Amíg kétszer elszakítottuk a határt, kétszer újra tették, és újból egyre közelebb tudtunk hozzájuk menni. Nagyon fontos, látjátok, nem vittek el engem. Bélát, András, igen, András se vitték el, sokunkat nem vitték. Kezet nem fogtak, mert fölírtam a jelvényszámukat, majdnem a kint levő összes készenlétisnek sikerült fölírni a jelvényszámát. A legutolsó csapat az nem vonalba állt föl, hanem két soros, úgymond a hossz irányú sorban állt föl, oszlopba, és azért nem tudtam írni a számokat. De ez nagyon nem tetszett nekik. Látszik, hogy belehatoltunk egy picit a szügyükbe, belül vagyunk a köréken, és ezt kell folytatnunk, hogy legyen meg a számuk. De lesz még elszámoltatás, tehát lesz itt még elszámoltatás, és ezek a rendőröknek nem lesz munkájuk. Mennek kapálni, kaszálni, panéktakolni. Mindig fölmenni azon, amit szabad, és előbb-utóbb majd nem, vagy fel kell lépniük ellenünk keményen, és akkor ugye az lesz hatalmas győzelem, vagy nem fognak fellépni, mert ők is ledobják a cuccukat. Ez a mai nap szerintem megkapták belülről, levittük a csomagot. Én az a kérésem, hogy próbáljátok ezt csinálni. Két dolog miatt, egyrészt elfoghat a hangom, elfogyhat a Józsi hangja, a Bélái és az Istváné is. De miért fontos ez? Bármelyinket el is vihetnek egy mondva csinált ok miatt, kiiktathatnak. De a harc az nem szólhat erről. Nem szólhat arról, hogy csak addig megy, amíg a Józsi él. Nem szólhat arról sem, amíg addig megy, hogy én élek, vagy tudok itt lenni. Nélkülünk is menni kell már, és én azért kérem mindig, hogy vegyétek át a mikrofont, gyertek velünk a kordonra, ti magatok is feszítsétek ezt a kordont, és jól látszott, hogy míg ugye első elszakítást, amikor még a Bélát nem vitték el, 5-6-an álltunk elő, és vittük odább. Majd, amikor a Bélát elvitték, megfélemlítettetek benneteket. Többnyire ketten álltunk ott az Andrással, mert a többiek, meg Anita, mert a többiek már nem mertek jönni. Tehát ezt érték el vele, nekünk ezt nem szabad hagyni, hogy megfélemlítsenek. Ha egy valakit kiiktatnak, akkor mennünk kell újból előre. Az otthonvédelmi tanácsnak pont ez a működése és a szerepe, hogy nincs egy vezér, aki köré mindenki csoportosul, hanem van egy csomó ember, aki elszánt, aki bármikor meg tudja tenni, és szerintem a Bélával soha nincs abból konfliktusunk, sőt ő adja oda, hogy menjél, csináld Laci, mert ő is tudja azt, hogy bármikor kiirtathatják, és bármikor kellhet valaki, de én is ezt szeretném, hogy ne én beszéljek egész nap. Ezeket nyomjátok, ti is nagyon jól nyomtátok, tehát amikor aki tudja, hogy jól nyomja, az nyomja, mint az őrült, osszátok az észre.
neki, aki két ember előtt tud beszélni, az száz előtt is tud, legfeljebb ne csukd be a szemed és nem fogod látni, hogy száz ember van körülötted. Jó, én köszönöm szépen, akinek van kedve, jöjjön a Gyorskocsi utcához, nálunk. Mindjárt nézem, hogy itt van Claudia is, meg a Enikő is.